Régóta várt felfordulás Nyírbátor központjában. Felújítják a 471-es főút városi szakaszát. Az átfogó Hajdúbihart is érintő rekonstrukció megyei munkálataira 2 milliárd forintot fordítanak. Kisebb korszerűsítésekre a területi és településfejlesztési operatív programban is lesz pénz. A támogatói szerződést ma írta alá a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes helyettes államtitkára. Útfelújítások, útrekonstrukciós projektek esetében a mai napon már alá tudtam írni a támogató döntéseket is a beérkezett és elbírált pályázatokra. És így folytatjuk a kerékpárutas felhívással, illetve valamennyi egyéb felhívással, amelyet a megyével együtt az elmúlt időszakban kialakítottunk és megterveztünk. Idén decemberre elkészül a Nyíregyházát Tokajjal összekötő kerékpárút is. Emellett máshol is terveznek bicikli utakat a megyében. Összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jól szerepel a pályázati munkában. A rendelkezésre álló 90 milliárdból 75 milliárd forintnyi kiírás elkészült. Az elmúlt időszakban már 75 milliárd forintnyi felhívást megjelentettünk a megye számára, közel 90 milliárd forintos keretéből, tehát úgy gondolom, hogy igencsak eredményesek voltak azok az előkészítő munkák, amelyeket a megyei önkormányzattal együtt az elmúlt 2 évben véghez vittünk, és ennek eredménye, hogy jelenleg a megye települései majd 75 milliárd forintnyi összegre tudnak már pályázatokat beadni. A megyei önkormányzat koordinálja a pályázati kiírásokat. Az érdeklődők a pályázatok.ssbmo.hu oldalon találnak részleteket a lehetőségekről.